A szabadkai piacokon egyelőre még csak a fólia sátorban termelt új krumpli vásárolható meg. Horváth Matild, horgosi termelő kilóját 150 dinárért árulja, egy láda krumpliért pedig 120 dinárt kér kilónként. Ez a korai krumpli, ezek nem igazán jók lettek, mert nagyon sokáig hideg volt, és megfagytak a fóliába is, mert még mindig csak a fóliából lehet szedni. Eléggé megfagytak, úgyhogy nagyon kevés, pár darab van csak alatta, és ezen a héten ki is fog fogyni a fóliások. A szabadkai piacokon átlagosan 150-180 dinár között mozog az új krumpli kilónkénti ára, de 130-140 dinárért is lehet találni. A kilója 150-180-ig van most. Múlt héten akkor volt 120-150, a fóliákban most lefogyott, elfogyott, nincs. A kintiek meg még nem gyűjtek be, én csak kint termelek. Azt én is a fóliásoktól veszem. A magas árat a hűvös áprilisi idő is indokolja. Fagykárt is szenvedtek a növények, de az új krumpli általában minden évben drága a szezon elején. Emiatt sokan elállnak attól, hogy új krumplit tegyenek az asztalra. Novi krumpir, još nigdega ne kupujem. Još nigde, absolutno nigde. Staroga imam i absolutno ne kupujem. Remam 20.000 penziju. Tako da 160 dinara je prevelika cena. A szabadföldi burgonyára hűvös idő miatt még legalább 2 hetet várni kell, ezért lesz majd egy időszak, amikor hiány lesz belőle, mondják a termelők.